A kormány egyrészt arról döntött, hogy a teljes keretmennyiségnek a 60%-át fordítja a vállalkozások fejlesztésére. Azok a cégek, akik uniós forrásokat szeretnének igénybe venni a saját fejlesztésükhöz, két cél valamelyikének meg kell felelniük. Vagy új munkahelyet hoznak létre, hiszen a kormány 2020-ig 800 ezer új munkahelynek a létrejöttét vállalta, vagy pedig a gazdasági növekedést támogatják azáltal, hogy technológiailag fejlesztik a saját kapacitásaikat arra, hogy akár a régióban, akár pedig a világpiacon is versenyképesen tudjanak gyártani. Ehhez beruházásokról beszélünk, ehhez energetikai korszerűsítésről kell beszélni, ehhez a megújuló energiaforrások terjedéséről kell beszélni. És egy állam csak akkor lesz versenyképes, hogyha figyelembe veszi azt is, hogy az oktatási rendszer, az egészségügyi ellátórendszer, a szociális ellátórendszere mennyire tud reagálni azokra a folyamatokra, amiket a piac ma termel, hiszen azt látjuk, hogy a technológiai fejlődés nagyon sok munkahelyet fog rövid távon tönkretenni. Ezért, amikor az uniós források felhasználásáról beszélünk, nagyon fontos, hogy milyen célokat, mely szektorok fejlesztésétől várunk el. Ezért a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés külön válnak egymástól, ahol a kormány azt gondolja, hogy jelentős számban tud munkahelyeket teremteni, az a turisztikai ágazat, ahol ma a GDP-nek a 12%-át állítjuk elő, és ahol 400 ezer család dolgozik, vagy a mezőgazdaság, és itt is a kis és közepes birtokoknak a támogatása, ahol jelentős számban tudunk felszívni olyan munkaerőt az országnak a peremterületein, amely munkaerő szakképesítéssel nem rendelkezik, és ma alapvetően a szociális ellátórendszertől függ. A másik terület pedig a gazdasági növekedés, ahol alapvetően az innovációt kell előtérbe helyezni. Innováció alatt pedig azt értjük, hogy magyar finanszírozásban minél több magyar ötletből legyen magyar termék is, amit a világpiacon is értékesíteni lehet. Ez pedig alapvetően a kis és középvállalkozói szektor innovációs képességének erősítésével érhető el, a kis és nagyvállalatok összekötésével és azoknak az egyetemeknek a fejlesztésével, amelyek azt gondolom jelentős kutatási tevékenységet végeznek. És ahhoz, hogy ez sikeres legyen, kell egy intézményrendszer, ami valóban képes reagálni azokra az elvárásokra, amiket a piac megfogalmaz. Ezt azt gondolom, hogy sikerült létrehozni, hiszen az elmúlt időszak pályázataiban is számtalan olyan piaci visszajelzés érkezett, hogy például a mérlegfő összeg elvárás egy kisvállalkozás esetében túlzottan nehezíti a pályázatokhoz való hozzáférést. Ezt a kormány meg is változtatta. Egy jó intézményrendszer nem attól jó, hogy létrehoztunk egy tökéletes rendszert, hiszen ezt nem lehet 7 évre előre megtervezni. Attól válik jóvá egy ilyen pályázati rendszer, hogy minden olyan vállalkozói igényre reagál, amit reális célok mentén ki lehet elégíteni. Az ATUSZ ügy egy érdekes kérdés, hiszen azt látjuk, hogy az Európai Bizottság effektív beavatkozik a pártfinanszírozási kérdésekbe. Az Európai Bizottság minden tagállamtól azt várja, hogyha valaki közberuházásokban vesz részt, vagy közpénzeket használ fel a saját tevékenységéhez, akkor garantálni tudja a gazdasági és politikai függetlenséget. És az látszik, hogy az Európai Bizottság ezt a saját működési gyakorlatában nem alkalmazta, hiszen egy olyan céget választott ki egy tanácsadói szolgáltatásra, amely cég nagyon szorosan kötődik egy politikai erőhöz, amelynek tulajdonosa egy személyben egy ellenzéki pártnak a vezetője, és akinek effektíve úgy kell ellenőrizni a magyar fejlesztéspolitika működését, hogy azt vagy szakmai szempontok alapján teszi, vagy a saját politikai értékrendszere alapján. Mi azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy szüntesse meg azt a szerződést, ami több szabálynak sem felel meg, egyrészt az összeférhetetlenség szabályának, másrészt pedig ami felveti a tiltott pártfinanszírozásnak a kérdését. Az ATUSZ szakértői valóban bejelentkeztek a kormányhoz, azonban a kormány eddig a pillanatig még nem reagált érdemben az ő megkeresésükre. Mi az Európai Bizottsággal tárgyalunk arról, hogy hogyan lehet ezt a kérdést kezelni. Minden vizsgálatnak állunk elébe, azonban elvárjuk azt az Európai Bizottságtól, hogy ezt egy olyan hiteles szereplő végezze, akinél a politikai összeférhetetlenség kérdése fel sem merülhet.